A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Mai adásunkban három témánk lesz, az egyik a változékony tavaszias időjárás méhekre gyakorolt hatásairól beszélgetünk, és következik majd két beszámoló, az egyik az elmúlt heti kis állatkiállításról, illetve a Jancsár kertben is jártunk, hiszen megváltozott a helyszín, és azt kérdeztük, hogy mi minden történik majd a közeljövőben. Nos, hát akkor kezdjük is el. Vendégem Antal István méhészmester, tisztelettel köszöntelek. Hát ez az enyhe tavaszias idő már nagyon sokat ront a helyzeten, egy csomó mindent, de most nekünk a méhészetről kell, hogy beszéljünk, hiszen január első napjaiban is, ahogy a híradásokból megtudhattuk, megjelentek a méhecskék, ami azért azt mondják a szakemberek, hogy nem jelent túl jót. Hát igen, nagyon nem jelent túl jót, mert igazából a házi méh az a mi kárpát-medencei éghajlatunkon arra van beállva, hogy egy huzamosabb, kemény telet éljen át, és tavasszal, márciusban kezdje az új évet, és onnantól kezdve kezdjenek feléledni. És ezek a tavaszizelítő időjárási képek, ezek nagyon-nagyon megbojdítják őket. Hát az idén is január 1-én olyan szép idő köszöntött ránk, hogy a méhek teljesen beindultak. És az a gond, hogy ezzel az aktivitásukkal megnő a mézfogyasztásuk, és még az is elképzelhető, hogy esetleg a királynő a petézésével beindul. És akkor azok a lerakott peték, amikor ilyenkor jelentkeznek, azok teljesen természetellenesek, és onnantól kezdve, hogy majd később meg bejön egy katasztrofálisan rossz idő, ami ugye évről évre meg szokott mutatkozni március környékén, azok viszont elpusztítják ezeket a korán lerakott fiasításokat, és hát ez semmiféleképpen nem jó a méhekre. Ugye azt tudjuk, hogy 8 fok felett beszélhetünk kaptárból kirepülésről. Így van. És de hát itt ugye napokig tartott, hetekig is mondhatom, a 10 fok feletti időszak. Ez mit jelent? Mert bizonyos értelemben ugye a szakma azt mondja, hogy ez előnyt is bizonyos, mert hogy ugye ki tudják engedni az ürüléket. Így van. Beszéljünk erről is. A természetes ürítkezés az a méheknél mindig is fent állt. Na most a méheknek azt tudni kell, hogy olyan a tápcsatornájuk, amelyik arra van berendezkedve, hogy az a hosszú, kemény téli időszakban a felgyülemlett természetes ürüléket azt tudják tartani. És nem biztos, hogy rossz dolog az, hogy ki tudják üríteni, csak meg hogyha innentől kezdve beindulna a tavasz, és tényleg tavasz lenne, és mutatná magát, akkor lehet, hogy nem volna probléma, csak általában ez a hullámzó időjárás, ezek a január-februári enyhe időszakok után szinte prognosztizálható az, hogy be fog jönni a kemény tél, és az viszont nagyon-nagyon visszaveti a méheknek az életét. Milyen szempontból beszéljünk erről is? Tehát hát, jön a hideg idő, ez elkerülhetetlen, tehát nem jön a tavasz egyből, most, hogy volt 15 fok is, ez nyilvánvaló. Így van, na most amikor ezek a telelő méhecskék megszületnek augusztusban, szeptember elején, ők arra vannak berendezkedve, ők arra vannak a méhcsaládon belül, hogy ők teleljenek. Őnekik egy feladatuk van, a kaptárban egy méhtömeget alkotni, melegíteni a méhcsaládot, és gyakorlatilag a telet átélni. Ők nem arra vannak evolúciós szinten kitalálva, hogy ők fiasítást neveljenek.
és mivel ez a fiasítás ilyen korai időszakban, hogyha beindul, de ezt nem csak erre az időszakra, hanem az őszi időszakban is egész későig nem áll meg a királynőnek a fiasításával, nem áll meg október közepén, hanem még novemberben is fiasítást lehet találni. És ezek a méhek, amik arra vannak kitalálva, hogy teleljenek, ők közben még fiasítást is nevelnek. És az ő szervezetüket nagy mértékben lerontja. Ez a fiasítás, tehát ez, úgy képzeljük el, hogy ilyenkor a méh királynő szabadon van. Viszont hogy lehet ezt megakadályozni? Hát ezt igazából nem lehet megakadályozni, mert élelemmel jól állnak, egészségesek, és érzik azt, hogy jó idő van. És a királynő ennek a jó időnek a hatására elindítja a fiasítást. Ugye, amikor fiasításról beszélünk, akkor a méhek azok rovarok. Ugye teljes átalakulással fejlődnek, ugye mindenki tudja, vagy sokan tudják, hogy peten, lárva, báb, kifejlett rovar, és ezeket a petének és a lárvának a gondozását azt a méhek, a dajka méhek végzik. Na mostan a természetes szinten a téli időszakban dajka méhek, dajkálással foglalkozó méhek a méh családban nincsenek, és mivel a királynő petézik, ezért kénytelenek ők maguk átalakulni, és elkezdeni pempőt termelni, és olyan dolgokat csinálni a saját szervezetükkel, amik különben az ő természetes életükben nem volt soha. Arról nem beszélve, hogy ugye azt mondják a szakemberek, hogy a meleg periódusban megnövekedik az atkák száma. Így van. Ez milyen gondot okoz? Hát ez összefüggésben van a fiasítással, mert a varróatka az utódokban, a fiasításban az életének az első részét ott tölti. Na most, ha nincs fiasítás, akkor az atka se tud szaporodni. És de mivel fellép a fiasítás, ezért az atka is beindul. Az atka egyszer károsítja a fiasítást, károsítja a kifejlett rovarokat, és nem elég, hogy károsítja magát a rovarnak a szervezetét, hanem olyan bakteriális, vírusos betegségeket terjeszt, ami lerontja azoknak az egyedeknek a számát, ami a családban él. Tehát ez óriási problémát jelent. Óriási probléma. Arról nem beszélve, hogy sokan látták, én magam nem sajnos, hogy ebben a meleg időben már láttunk fákon rügyeket, és láttunk méheket. Így van, így van. Ez, hát most a legkorábbi virágok azok már megnyílnak, és keresik is. Egyszer, hát aranyos kis kedves kerti virágaink, a téltemető, a hóvirág január elején kidugják a fejüket. És ezek annyira illatos, meg a növények is, hogyha beindul a fejlődésük, és egy-egy virág előjön, annyira intenzíven ingerli a méheket arra, hogy elhagyják a kaptárat, hogy ők elhagyják a kaptárat, aztán közben ledermednek, és nem tudnak hazamenni. És ezzel is előfordul az, hogy azok az egyedek, amik kimennek, képtelenek hazamenni, és ottan a családnak a nagysága képes lecsökkenni úgy, hogy veszélyezteti lecsökkent tömeg, veszélyezteti a családnak az életben maradását. Mit tehet a méhészmester? Hát ezek megint azok imádkozik azon felül. Így van, erősen imádkozik a mindenhatóhoz, hogy ezek ne legyenek. Sajnos tudomásul kell vennünk, hogy az evolúció az kialakította a mézelő méhet, a mérsékelt égövön, és az az emberi tevékenység, most hogyha belegondolunk, ez egy 60-80 éves periódus, ez az evolúció szempontjából ez a semmi, ez a szempillantás se, és ezt nem tudják lekövetni sajnos a méhek, de nem csak a méhek, hanem a környezetünk, vagy egyáltalán azok az élőlények, amik a környezetünkben vannak. Nagyon-nagyon sok élőlény ezért veszélyben van. Tehát az egyetlen megoldás, hogy szurkolunk, hogy visszatérjen a tél egyik oldalról, és a tavasz pedig kezdődjék el márciusban. Így van, más nem tehetünk. No, hát akkor ezt kívánom neked, valamennyi
magyar méhésznek, és természetesen a méh családoknak is. Köszönöm szépen, Pista. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk a Paletta magazint, hiszen az elmúlt hétvégén egy fantasztikus kiállításnak lehettünk tanúi a Voláncsarnokban. A galambok, nyulak, baromfik, díszmarvak vették birtokba a csarnokot szombaton. A V61 Albarégia Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete nagy érdeklődés mellett idén is megrendezte hagyományos kiállítását. A V61 Albarégia Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete idén is a Voláncsarnokban rendezte meg hagyományos kiállítását, amelyen megjelent a kiállítás egyik fővédnöke, Mészáros Attila alpolgármester is. A városvezető kiemelte, Székesfehérvár számára fontos a természet közelsége, a természeti nevelés, közös kincseink megismerése, ezért is üdvözlendő, hogy a kisállattenyésztők esztendőről esztendőre bemutatkozhatnak városunkban. Hálás vagyok a V61 Albarégia Galamb és Kisállattenyésztő Egyesületnek, hogy január első hétvégén minden évben, amikor tehetik, megszervezik ezt a fantasztikus kiállítást, amely egyben egy minősítés is és egy kiállítás is. Most is látható, hogy már a nyitó percekben is nagyon sokan jöttek ki, hiszen itt 70 tenyésztő, csak nem 500 egyedét láthatják az érdeklődők, kicsiktől a legidősebbekig, családok sokan jönnek ki, hiszen olyan fajokat, olyan egyedeket láthatnak, amit nyilván a mindennapokban nem. Nyilván a galambtól a nyulakon, a kisebb madarakon és egyéb háztáji állatokon keresztül nagyon sok mindent láthatnak. Jó látni, hogy kicsit közelebb tudjuk hozni ezzel is, azt gondolom, hogy a természetet a székesfehérváriakhoz. Köszönöm szépen az Egyesület minden tagjának a szervezést, és kívánom, hogy a hétvégén minél többen látogassanak ki. Bódis Tamás a Fejér megyei Agrárgazdasági Kamara alelnöke, aki szintén fővédnökként segítette a hagyományos találkozó létrejöttét, úgy fogalmazott, hogy kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy a tenyésztők és a látogatók is megismerjék egymást és a különböző kis állatfajtákat. Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek, és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara képviseletében, mint alelnök, ez különösen fontos, nem csak az én saját privát életemben, hanem nemzetgazdasági szempontból is. Hiszen nem csak egy látvány ez a kisállattenyésztői kiállítás bemutatás, hanem egyfajta jövedelemszerzési képességet is jelent, és egy olyan jövőképet biztosít, ami a gyerekeknek a jövőben való környezethez, a természethez való nevelését is segíti. De nagyon szép ez a kiállítás, nagyon látványos, csak gratulálni lehet a tenyésztők munkájának, a galambok, a húsgalambok vonatkozásában, a röptések vonatkozásában, vagy pedig akár a bukó, illetve a postagalambok esetében is. A kiállítás keretében díszmadarakat, egzotikus madarakat, díszbaromfikat, különleges galambokat, illetve nyulakat is megtekinthettek a látogatók. A felhívásra jelentkeztek, 66 tenyésztő hozta el a madarait, úgyhogy közel 500 madarat lehet itt látni. Ezek között vannak ugye, amik úgy hasznosak, hogy húsra is termelnek, és van, amik csak a szépségükkel boldogítják az emberiséget, köztük minket is. Hol tart ma a tenyésztés, a díszmadár, illetve a galambtenyésztés hazánkban? Hú, ez most fogós kérdés, ugyanis én nekem van egy, egy elvem, hogy a kisállattenyésztés is letükrözi a társadalom fejlődését, és sajnos a társadalomban vannak zökkenők a társadalom fejlődésében, az itt is meglátszik. Tegnap volt a minősítés, a szakbírálók 10 fő minősítette az itt bemutatott állatokat, és hát némi minőségromlás van, de hát ez annál nagyobb feladat, hogy a régi dicsőséget visszaszerezzük. A tárlaton bemutatkozott a Díszmadárbarátok Székesfehérvári Egyesülete is, amely főként egzotikus madarak tartásával, illetve a hobbi állattá tenyésztett tradicionális szárnyasok és vadon élő madarak tartásával foglalkozik. Érintik a világ minden táját, többek között Ausztráliát, Kelet-Ázsiát, Afrikát és Dél-Amerikát is. Körtélyesi Ferenc a Díszmadár Barátok Székesfehérvári Egyesületének elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy számos díszmadarat hoztak ki, és a hétvégén a tenyésztőktől hasznos tanácsokat is kaphat bárki, aki szeretne madarat tartani. Most már hosszú évek óta hoztuk a színkanári és hullámos papagáj, zebrapinty, nimfa papagáj, meg egyéb apró díszmadárból álló állományunkat, hogy egy kicsit színesítsük a galambkiállítást, ha lehet ezt a látványos kiállítást még színesíteni.
nagy kérdés, hogy a díszmadár tenyésztés hol tart Magyarországon? Hát sajnos egyre nehezebb fiatalokat bevonzani, az idősebb tenyésztők abba hagyják, kevesen vagyunk sajnos nagyon díszmadár tenyésztők az országban. Próbálunk lépést tartani a külfölddel, ugye nagyon sok körülmény nehezíti meg a dolgunkat, és a kiállításokat is most már nehezebb megtartani, mint régebben, de próbálunk azért mindig lépést tartani, és minél jobb minőségű madarakat tenyészteni, kiállítani. Azt látjuk, hogy nagyon széles a kínálat, de vannak-e olyan különleges madarak, amelyek jelenleg is felkeltik a vásárlók, illetve a tenyésztők érdeklődését? Mindenképpen vannak. Különböző alakkanári fajták, például a fodros kanárik, alakkanáriban még glosszer kanárikat, amiket szoktunk a kiállításokon bemutatni. Meg a különböző színváltozatok, nagyon sokféle szín, hát a színkanáriból például több mint 300 féle szín elfogadott szín van már a Világszövetségnél. Tehát ha összesítjük, akkor kimondhatjuk, hogy természetesen a gondok ellenére működik. Igen, egyelőre még a gondok ellenére még mindenképpen működik. Nagy sikert arattak az óriás nyulak és a hagyományos nyulak is, kiváló és kitűnő minősítést elérő egyedek sorjáztak a ketrecekben a látogatók nagy örömére. Nálunk úgy kezdődött, hogy törpe nyuszi hobbitartók voltunk, és volt egy nyuszink, amit elvesztettünk, és párom nagyon szomorú volt, és ezért elmentünk egy tenyésztőhöz, és tőle vettünk ilyen hotot, színes törpe hotot nyuszit Sárvári Attilától, és ott volt olyan, hogy ha, mintha beléptem volna a paradicsomba, vagy a nyuszi mennyországba, mert 100 gyönyörű nyuszi volt, és akkor mondtam Attilának, hogy én szeretnék ilyen szép nyuszit, kiállítási minőséget, szeretnék kiállításra járni nyuszikkal, és akkor először az első tenyészállományomat Sárvári Attilától vásároltam. 2017-ben Nyitrán az első almomból az egyik nyuszi Európa csampion lett. 2018-ban Herningbe, Dániába állítottunk ki, ott csak részt vettünk az Európa kiállításon. 2019-ben volt Velszben törpe nyúl világkiállítás, ott is részt vettünk a kiállításon. 2020-ban sajnos nem maradt a Covid miatt a kiállítás. Most 2022-ben Luxemburgban törperex kékszürkével világgyőztesek lettünk. Az MGKS-nek a decemberi kiállításán a Hung Expo-n nemzeti győztes lett az egyik nyuszink színes törpe Havannába. Páromnak az egyik nyuszi az MEU-nyúl kiállításon kapott szép pontszámot. Hát régen kutyáztam, kutyát állítottunk ki, azt tudtunk is, egy kutya kiállítás volt, és akkor ugye hiányzott a kiállítás, és akkor a nyuszikkal könnyebb, mint kutyusokkal, és akkor volt régen két kutyám, és a kutyák után így a nyuszikkal folytattuk ezeket a kiállításos. Mennyire népszerű hazánkban a nyúltenyésztés, illetve a dísz nyúltenyésztés? Hát kétféle nyuszik vannak. Vannak törpenyulak, amik dísznyulak, és vannak húsnyulak. A kettőt megkülönböztetjük. Ugye a húsnyulakat inkább azok veszik, akik meg is eszik a nyuszikat, a törpenyulakat vagy a dísznyulakat inkább azok, akik hobbitartásra tartják. Én speciál nem eszek nyuszit, nyúlvega vagyok, úgy is mondhatom. Én sajnálom őket megenni. De tiszteletbe tartom azokat, akik másképp gondolják, ugye nem lehet mindenki egyforma gondolkodású. Az a lényeg, hogy tiszteljük mindegyik hozzáállást. A hagyományos hétvége szervezőinek célja, hogy népszerűsítsék a természethez való visszatérést, és nyissanak a fiatalság felé megvalósult, és elnézve a kiállításra látogató családokat elmondhatjuk, sikerrel jártak. Új helyen, de továbbra is kiváló minőségű árukkal várja a Jancsár kertben a vásárlókat. Rövidesen megkezdődik az új áruház építése is, addig is az ideiglenes vásárcsarnokban kínálják termékeiket az őstermelők. Új Ecofamily áruház épül, megújul a Jancsár kert termelői piac és bővül a parkolóterület is. Schulz György, a Jancsár kert piac és közösség egyesület elnöke elmondta, a termelői piac a beruházás ideje alatt is zavartalanul üzemel, szombaton délelőttönként az építési terület mögötti csarnokban várják a vásárlókat.
Ez már az ötödik piac ezen az átmeneti helyen, és azt kell mondanom, hogy megszokták. Nagyon sok volt köszönhető annak a helyi média segítségnek, amit éppen az alapkőletételkor tettünk meg, és nagyon, nagyon sok emberhez eljutott ez a hír, hogy gyakorlatilag a megszokott helytől csak néhány méterre van ez az átmeneti piac, amit végül is elfogadtak nem csak a vásárlók, hanem az árusok is, és kezd egy kicsit piacos hangulat kialakulni, hogyha körbenézünk, akkor egy ilyen kerített udvarszerű tér, egy zárt tér alakul ki, és zsibogással, kis piaci zajjal, természetesen a pecsenyésekkel, tehát egy úgy látjuk, hogy erre a 10 hónapra, ameddig erre a piacra szükség van, itt sikerül majd egy jó kis piacot létrehoznunk. Nagyon fontos kérdés, ugye beszéltünk róla, hogy ebben a téli időszakban és a különböző gazdasági válságok okán változott rendkívüli módon az ár, illetve a kínálat és a kereslet. Az árakat illetően most úgy látom, hogy az év első 2 hónapjában egy megtorpanás figyelhető meg az árusok részéről is, hiszen már ami most került eladásra, vagy most kerül eladásra, mondjuk a zöldségek tekintetében, ezek már elő vannak készítve. Inkább ami kérdés, hogy a tavaszi veteményezési munkák során, az új termékek előállítása során milyen olyan árfelhajtó hatásokkal fognak találkozni a termelők. Esetleg akkor lehetne számítani még kisebb áremelkedésre, de a következő 1-2 hónapban én az árak megnyugvására számítok, nem fognak emelkedni az árak. A mennyiség és a minőség hogy áll, hiszen ez kulcskérdés ebben a piaci viszonyok között? Ugye kistermelőkről van szó, háztáji termelőkről, tehát a mennyiséget illetően mindig van egy kis hullámzás. Ugye decemberben az adventi piacok esetében nagyon sok vásárlónk volt, és most január elején az első 2 piaci időszakban szükség van arra, hogy feltöltődjenek újra a készletek, de utána ez folyamatosan az itt megszokott, a mi nagyságrendünknek megszokott mennyiség rendelkezésre fog állni. A minőség az pedig továbbra is kiváló, tehát ide a legkiválóbb Fejér megyei háztáji termelők járnak, akik sok év óta kipróbált és mindenféle élelmiszerbiztonsági előírásnak megfelelő paraméterekkel állítják elő a termékeiket. Még egyetlen egy kérdés, mikor kezdődik az építkezés, a terveknek megfelelően zajlik az előkészítés? Igen, szerencsére sikerül a tervben meghatározott mérföldköveket tartani. Ugye átköltözésünk megtörtént, tulajdonképpen ez sikeresnek nevezhető. Most a múlt héten végeztünk egy vásárlószámlálást, és 5 óra alatt 1700 vásárló volt, nagyjából az a szám, amelyik a régi piacon megszokott nálunk jelenni. Igen, hétfőn kezdődik az építkezés, hétfőn nyitják meg az építési naplót. Egy kicsit szűkebb lesz a parkolási lehetőség, ez a következő hetekre, hónapokra mindenképpen kicsit kényelmetlenné teszi a vásárlást, de hogyha elmúlik ez az októberig terjedő beruházási időszak, utána viszont Fehérváron egy, vagy akár mondhatom, hogy országosan is egy példanélkül álló egy komplexum fog létrejönni, ahol a friss háztáji áruk mellett jó áron, kedvező minőségben csomagolt élelmiszereket lehet majd vásárolni. Felújított körülmények között itt minden négyzetméter megújul ezen a területen. Természetesen számos tennivaló hárult az üzemeltetőre, hogy kialakuljon az a piaci imázs, amelyet az őstermelők és a vásárlók megszoktak, de mára már belakták az új helyet, és ott jártunkkor is sokan éltek a lehetőséggel, hogy őstermelői árukkal térjenek haza. Jó hír, hogy rövidesen átadják a munkaterületet, és a terveknek megfelelően elkezdődhet a munka, hogy aztán egy ízig-vérig 21. századi, korszerű megoldásokkal megépült termelői és biopiac várja a vásárlókat, mintegy 7777 négyzetméteren. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.